Következő vendégünk Berényi Milán, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke. Jó reggelt kívánok! Köszönjük jó reggelt, szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát azért így időről időre mindig felmerül az, hogy tényleg így a magyar társadalomban a jelentős része a lakosságnak ugye nem beszél idegen nyelvet, vagy az a hír járja be a sajtót, hogy nem is akarunk mi valójában nyelveket tanulni, mert lusták vagyunk hozzá. A harmadik topik ugye meg általában az, amikor ugye elkezdődik az egyetem, főiskola, vagy jönnek a diplomák, akkor az, hogy ugye hány diplomás nem, vagy hány végzős hallgató nem kaphat diplomát az elmaradt nyelvvizsgák miatt, ugye? Igen. Ezek szoktak lenni. Alapvetően mi a baj? Hát elég összetett kérdés. Most, hogyha a diplomákból indulunk ki, ugye ez most egy nagyon aktuális dolog, újraindul a diplomamentő program második része indul pontosabban. Ugye az első verzióban 3,5 milliárd forintot terveztek elkölteni, még 2014-ben, viszont itt csak 3,1 milliárd forint került ténylegesen elköltésre, így fennmaradt 400 millió forint, és ez a diplomamentő 2 tulajdonképpen ennek a 400 millió forintnak a felhasználása. Ja, de akkor ez töredéke? Tehát közel sem akkora nagyságrendű program, mint az nem, első? Nem, ez most egy kisebb program. Vajon miért nem használhatták fel ezt a 400 milliót? Mert mégsem volt annyi diák, akinek szüksége lett volna erre a diplomamentésre? Ugye legutóbb, mikor ugye volt a diplomamentő program, akkor kb. 45 ezer emberről beszéltek, hogy kb. Annyi érintett ember van. Egyébként azért a visszajelzések alapján a vége felé már egyre nehezebb volt csoportokat indítani, tehát valóban körülbelül egy ilyen 10 000 fő volt, aki részt vett ezekben a programokban. Nagyságrendileg körülbelül ennyi embert érdekelt úgy igazán. Tehát egyrészt ezért, másrészt ugye voltak kiugrók, akik abba hagyták menet közben, és így lemorzsolódók. Jutó összegek ugye fent maradtak. Meg ugye azt jól tudom, hogy ha valakinek a végén a nyelvvizsgája nem sikerült, neki szerencsétlennek meg még vissza is kellett fizetni ezt a támogatást. Tehát feltételezem, hogy ebből is maradhatott ez a maradvány összeg. Hát igen. Uh-huh. Az, hogy most jó, szerencsétlen azt, volt, hogy... vagy nem tett érte, nyilván ez változhat, igen. Uh-huh. Ugye angolban, franciában, németben, olaszból, oroszból, spanyolból így lehet van. Most tanfolyamokon indulni, fejenként 300 ezer forint a támogatás. Én olvastam olyan történetet, elmesélte egy hölgy, hogy neki németül kellett a munkája miatt megtanulni, és mivel dolgozott, mivel két gyereke volt, általában tanfolyamra nem tudott járni, hát az időbeosztásával nem egyezett. Hullafáradt volt, amire oda került volna. Igen, teljesen érthető, hétvégenként szombat, vasárnap magántanár. És azt mondta, hogy körülbelül, mire ő német ilyen felső-középfokon megtolt, tehát nagyon jól megtolt, az tény, de hogy az nagyjából 1,5 millió forint volt. Ehhez képest most ez a támogatás 300 ezer. Megoldható ebből egy tényleg használható nyelvtudás, meg olyan, amivel papírt is lehet szerezni? Hát természetesen megoldható, de ugye nem mindegy, hogy honnan indul valaki. Tehát, hogyha teljesen nulláról indul, akkor nem oldható meg valószínűleg ebből a 300 ezer forintból. Ugye, ami előrelépés, vagy hát egy változás az előző programmal kapcsolatban, vagy programhoz képest, az az, hogy legutóbb csak csoportos képzésekre volt lehetőség, és igazából a nyelvi képzők abban voltak érdekeltek, hogy minél nagyobb létszámú csoportot hozzanak össze, mert hogy ugye az ő díjazásuk az per fő per óra alapon működött. Ez most egészen máshogy van, tehát a nyelvi képzőknek is eleve úgy kellett pályázniuk, hogy kellett megadniuk egyéni órás óradíjakat, kis csoportos, tehát 2-5 fős óradíjakat és 6 fő fölötti óradíjakat. Tehát gyakorlatilag most megvalósíthatók lesznek olyan képzések is. Legutóbb erre nem lehetett volna megvalósítani egy 4 fős képzést, mert egyszerűen nem jött volna ki a nyelviskolának a költsége ebből. Most viszont ezeket meg lehet csinálni, tehát annyi különbség van, hogy sokkal rugalmasabbak tudnak lenni ezek a képzések. Nyilván ebbe az is beletartozik, hogy egységnyi pénzt tudnak ilyenkor a nyelvi képzők az adott képzésre ráfordítani, tehát ha valaki egyéni órába megy, akkor mondjuk tegyük fel, mondjuk 60 órát tud igénybe venni, hogyha 2-5 fős csoportba megy, akkor mondjuk 150 órás képzésen vehet részt, hogyha például 6 fő vagy annál nagyobb csoportba csatlakozik be, akkor mondjuk akár 270 órát is vehet. Ezek nem, tehát minden képzőnél más, sok lesznek ezek a számok, de nagyságrendek valami hasonló. Ebből viszont látszódik, hogy hát 270 óra alatt sem lehet azért teljesen nulláról garantálni azt, hogy valakinek középfokú nyelvvizsgája lesz, mert ez valószínűleg ez kevés, vagy legalábbis akkor rengeteget kellene mellé tanulnia még otthon. Mennyire hibás ön szerint a közoktatásnak a struktúrája a tekintetben, hogy mondjuk 8. osztály végére azért szerintem valószínűleg, hogy egy csomó diák le tudna tenni egy középfokú nyelvvizsgát, de ez mégsem történik meg. Hát vagy inkább középiskola végére, nem? Vagy 8. reális? Hát még 8. is, persze.
Hát, hogy mit jelent ez, hogy le tudnak tenni igazából, tehát jelen pillanatban nem tudnak letenni, tehát igazából a célérték az most egy A2-es szintű, tehát az a 8. osztály végére, amit előír az alaptanterv, az igazából az alapfokú nyelvvizsga alatti szint, amit el kellene érni, és ugye most az idei, vagy hát a tavalyi eredmények, amik ugye most idén kijöttek, azt mutatják, hogy igazából az 50%, tehát a diákok 50%-a ért el erre a szintre a tavalyi esztendőben. És mi a helyzet a középiskola végén? Mert mondjuk tényleg addigra egyetemi felvételi előtt, 18 éves korra, addigra tényleg mondjuk reális elvárás lehet, nagyon, hogy legyen az vegyes, nagyon-nagyon vegyes. Ugye nagyon nem mindegy, hogy milyen intézményről beszélünk, egészen mások a középiskolák lehetőségei. Más diákok érkeznek hozzá, tehát nyilván ahova válogatott diákok érkeznek, meg fölnyelvtudással, ők ugye már eleve előnyből indulnak, és na jó, elég akkor nagy a szórás. Ez a diákoktól függ, nem pedig a tanároktól? Ó, természetesen függ a tanároktól is nyilván. Ugye voltak erre kutatások, elég nagy a szórás, tehát vannak olyan iskolák, ahol például a felvételt nyert diákok 91%-a már a felvétel, tehát már az érettségi pillanatában rendelkezik a megfelelő nyelvvizsgabizonyítványokkal, és van olyan, ahol mondjuk 30% ugyanez az arány. Alapvetően egy kicsit mondok, most az a hasonlat jutott eszembe, amit az egészségügyre szoktak ugye gyakrabban mondani, hogyha jó ellátást akarsz kapni ma Magyarországon az egészségügyben, akkor fizet meg. Akkor magán. Ugye a magánorvosi szektorhoz kell fordulnod, talán a nyelvtanulásnál is ugyanez van, hogy ne bízz az oktatásban, hanem menjél magántanárhoz. Én is kevés olyat látok egyébként, hogy csak és kizárólag a közoktatásból, a gimnáziumban valakinek nyelvvizsgálja lesz, hogy azt akarja egy szülő, hogy igenis 18 éves korára a gyerekemnek meglegyen. Én nagyrészt tényleg inkább olyat látok, hogy ezért mellette magántanárhoz járhatja és megfizet. Na mit gondol ön erről, elnök úr? Biztos, hogy sokkal nehezebb dolgok van egyébként az iskoláknak, nagyobbak a létszámok, sokkal nehezebb összerakni olyan csoportot, ami teljesen homogén, tehát biztos, hogy egy nyelviskolának egy magántanárnak biztos, hogy sokkal-sokkal könnyebb dolga van, de egyébként vannak fantasztikus jó gyakorlatok, tehát igazából amiből lehetne meríteni, tehát közoktatási intézményekből is kerülnek ki fantasztikusan beszélő. Mi az ideális csoportlétszám mondjuk egy nyelviskolánál ön szerint? Hát ugye a törvény maximum, általában maximum 14-16 fő enged, de igazából ez már is nagyon sok, tehát ez az ilyen 6-8 fős körülbelül tapasztalatok szerint ez egy olyan maximum, aminél nem nagyon érdemes. Van egy jelentmondás egyébként, hogy azt mondja, hogy 6-8 fő az ideális, de most középiskolában nincs 6-8 fős csoport szerintem jelentően. Egyébként jobb, a kis csoportos jobb, mint az egyéni, mert nagyon sok mindent lehet gyakorolni úgy, amit ugye egyénileg nem lehet, valamint a motiváció sokkal-sokkal tovább fenntartható egy kisebb csoportban, mert egy idő után a tanár és a diák egyszerre megunja egymást. Egy nyelviskolában az óraszám mondjuk egy alkalomra az másfél óra szokott lenni, 90 perc egyébben? Ez nagyon-nagyon változó, tehát igazából egyedi igényeket elégít ki minden nyelviskola, tehát amennyiben valakinek erre van igénye, akkor úgy, de hát nyilván arra is példa, hogy például mondjuk egy cég átad egy embert, és azt mondja, hogy mondjuk egy hónap múlva ő szeretné felkészíteni, és szeretné mondjuk, hogy ő tartson valamivel előadást, és akkor gyakorlatilag napi 8 órában csak nyelvet tanul. Nagyon köszönjük, hogy itt volt ma reggel, és elmondta mindezt. Most pedig következik a híradók, maradjanak továbbra is velünk.